A négy veretlen találkozóval a háta mögött érkező Kisvárda a 9. percben megszerezte a vezetést, az 5 nyeretlen meccses szériában lévő Debrecen otthonában Protić baloldali beadását Horváth lőtte a kapuba. A folytatásban átvette az irányítást a házigazda, de az első félidőben nem esett több gól. Az 55. percben egyenlített a Loki, Bódi középre tekert labdáját Takács fejelte a bal alsó sarokba. 10 perc múlva már vezettek a hazaiak, Bódi szabadrugása létszerűen vágódott vissza, a kipattanót pedig Barna fejelte Felipe kapujába. A 84. percben eldőlt a mérkőzés, Könyves ugratta ki Takácsot, aki a 16-oson belülre érve előtte a labdát a kisvárdai kapus mellett, beállítva a 3-1-es végeredményt. Egy szép támadás végén megszereztük a vezetést, és onnantól kezdve teljesen érthetetlen módon valami miatt visszahúzottunk, nem ez volt megbeszélve, és átadtuk a területet a hazaiaknak, a hazaiak kezdeményeztek, lehetőségeik is voltak, még az első fél időt megúsztuk, fél időben elmondtam, hogy ha ez így megy tovább, akkor nagyon nehéz dolgunk lesz, megpróbáltuk elmondani, hogy mind kellene javítani, azt mondom, hogy ma ez nem sikerült. Nem biztos, hogy túl jó állapotban voltunk ma, nem tudom, hogy ezt a két hetet ismét, illetve egy kupamérkőzéssel közben, két hét bajnoki szünetet jól használtuk-e ki. A csapatomat nem láttam olyan állapotban, sőt egy picit azt mondom, hogy visszafogottam, majd nem időnként egy picit gyávában futballoztunk. Eddig ez nem volt ránk jellemző az utóbbi hetekben, úgyhogy a hazaiak győzelme megérdemelt. A hazaiak vezetőedzője Herceg András szerint a játék képe és a helyzetek alapján megérdemelt debreceni győzelem született. Egy kicsit kényelmesen kezdtük a mérkőzést, szinte talán mondhatom úgy is, hogy egy kicsit elaltattuk saját magunkat, de véleményem szerint ebben az időszakban és az első játék részben is jobban játszottunk, mint az ellenfelünk. A Kisvárda valóban volt egy szép támadás, amit góllal fejezett be, de azt gondolom, hogy mi irányítottuk a mérkőzést. A másik félben még tudtuk fokozni a nyomást, azt gondolom, hogy nagyon sok jó támadásunk volt, és megérdemelten nyertük meg véleményem szerint ezt a mérkőzést. A 9. forduló további eredményei a következők: Puskás Akadémia Budapest Honvéd 1-0, Szombathely Paks 1-2, MTK Budapest Mezőkövesd 2-2, Ferencváros Újpest 1-0 és Diósgyőr Molvidi FC 0-1. A tabella élén a 23 pontos Ferencváros áll, megelőzve a 16 pontos Honvédot. A 8 pontos Kisvárda 10. helyen várja szombati paksi vendégjátékát.